Hello mindenkinek, üdv újra a csatornán! A mai videó extra szuper jó lesz, ugyanis először is vendégem Fruzsi. Sziasztok! És a mai videóban megcsináljuk a 7 másodperces kihívást. És nagyon, nagyon izgulok, hogy milyen lesz, mert... Félek. Félek is mondjuk. Amilyen kérdéseim vannak. 7 másodperced van, hogy egyenes hajat csinálj magadnak. De jó, hogy adtam a hajat! És csak azért, mert egy személyes kedvencemről van szó, úgyhogy remélem, ezt menni fog. 7 másodperced van, hogy megnevezd 5 Leonardo DiCaprio filmet. Eredet. Titanic. Lejárt. Ezt személyes bántásnak érzem, hogy ezt nem tudod. Basszus, teljesen leblokkoltam! Én meg nem tudtam az új hajimat. Nem tudom, a legfurábban akartam, és most így csináltam. Hát ezt elbuktam. Most komolyan nem is jut eszembe. Pedig ezt számoltam volna, Szóval ezt gondoltam a legegyszerűbb feladatnak. Ez még csak a bemelegítés volt. 7 másodperced van, hogy kirúzsozd úgy a szádat, mint Miranda Sings. Egy jó, hogy csak ilyen világos van nálam. Közelít. És most már nekem is a piros ilyen tüdői felhúzott melegítődött nekem. Az inged az majdnem jó. És én letűzném a hajamat. Az inged majdnem jó. Beautiful. Beautiful. Hát ez tök jó. Annyira álltam magam, hogy csak ilyen világos rúst hoztam. Pedig az előbb megkérdeztem tőle, hogy nem szeretne egy kicsit sötétebb rúst ide magam mellé tenni. És szerencsére nem volt nálam. Na. Akkor a következő kérdéshez. Feladathoz, nem kérdéshez, szükség lesz a telefonodra. 7 másodperced van. Igen. Csinálj egy selfie-t és posztold Instagramra. Ne bújja! A kezem benne lehet! Ráadásul pont bemutatsz. Nem, csak a gyűrűs ujjamat mutatom. Ez egy pont jó. Megadom a pontot, ha meg kirakod. És akkor most bizonyítékként mutasd meg, hogy kiraktad. Persze, még bizonyítsam is be! Ott van. Ez egy szuper kép. Rólam a legjobb. Ritka rólam jó képeket látni, ez pont van. 7 másodperced van, hogy játszd el azt, hogy megérted az Oscart. Köszönöm. Meg szeretném köszönni Evinek, aki nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Köszönöm még a szüleimnek, köszönöm a barátomnak. Evi, ezt szeretem orrában menni. Hát ez egy csodálatos beszéd volt. Még hallgattam volna órákon el. Igen, a többi órán keresztül arról beszéltem volna, hogy mennyire hálás vagyok neked. Igen. És az erre gyücsítunk volna. Igen, Istenem. Hát ezt ügyesen teljesítetted, gratulálok. Köszönöm. Készen. Azért, mert otthon szoktam gyakorolni ezt a beszédet. Ja, hát minden esetőségre fel kell készülni. Na, ez is jó lesz. 7 másodpercet van arra, hogy utána az egy makit minél életükben. Ez elég életük volt. Isten! Jó, jár a pont. Ezért minden. Annyira tudtam, hogy lesz valami ilyen kérdés. Annyira éreztem. Ez jó volt? Ez a... Nem tudom, hogy kell, de... Köszönöm szépen. Olyan jó volt, amikor gondolkoztam a feladatokon, és már elképzeltelek otthon, hogy meg fogod csinálni. De ez annyira durva, mert nagyon hasonló kérdéseket írtunk el fel. Na mindegy, a következő feladatod. 7 másodperced van, hogy lerajzold a kutyádat. Mi nem szóltál, hogy készítsem a papírt? Úristen, ez egy elefánt! 3, 2, 1. Látni? Hát de hosszú kás fejjel van, és itt tartja. Nagy fülei, kis teste. Szerintem jól lett. Várjál, szerintem tetszett. Csodálatos, egyszerűen csodálatos. Bekeretezed? Igen, ezt megtartom, dedikált. Igen, dedikált, kérlek. Ez egy igazi klasszikus lesz most. Klasszikus? Igen, ez a 7 másodperces kihívásnak a... Mm-hmm.
Szóval ez minden 7 másodperces kihívás videóban benne van szinte, de ez annyira jó, hogy ezt én sem hagyhattam ki. Úgyhogy 7 másodperced van, hogy megnyald a könyöködet. Megnyaltam! Hát ez nem értem. Tehát az, hogy benyálasztod, meg megnyaltad? Hát de ez... Ki kellett volna húzni a nyelvedet az ujjaddal is így. És azt hogy? Ezért nem jár akkor. Basszus. Az tényleg mindegy évben benne van. Ez nagyon kedves lesz. Tényleg. 7 másodperced van, hogy bemenj a fürdőbe és kezed mos. Lejárt az idő! Mondtam, hogy megvan! Ja? És visszaérni? Azt nem mondtam. Ja, igaz. Akkor ez sikerült. 7 másodperced van, hogy felsorold az 5 legidegesítőbb magyar celebet. Annyi van, hogy nem is tudsz választani. Szabó Zsófi, Salka Kata. Elég ennyi? Igazából, ezt tegnap néztük este a Celeb vagyok mencskénet, és annyira felregesített, hogy gondoltam, ez egy tökéletes kérdés lenne. Basszus, pedig most egy csomó eszembe jutott erről a műsorban. Ugye? Pedig Salka Katának mindig olyan jó sminkjei vannak, és most ilyen rosszat mondtam róla. Most nem fogok tudni ilyen aludni. Akkor mást kijött valakivel. Hát akkor mindenképpen a Barnással. Tényleg? Én ott bírom. Ez a kicsit. Néha az, de egyébként nekem sok. Túl much. 7 másodperced van, hogy leutánozd az egyik kedvenc magyar YouTube gurud intróját. Sziasztok lányok, Szilva vagyok, és a mai videóban egy füstös minket fogunk elkészíteni. Ügyes vagy. Hát ez könnyű. De olyan aranyosan mondja mindig. Igen. Amikor én elkezdem nézni a videóit, akkor az első mondatot mindig én is tudom, se vagy vele együtt tudom mondani. Szeretnék ott látni téged, ott ugye a háttérben. Majd szólok. Így jó. Az már úgy jó lesz. Akkor 7 másodperced van, ha felkészültél. Azt hiszem. Arocspárgáz. Lejjebb. 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 Ennyi? Milyen öreg asszony vagy? Mondjuk szerintem olyan szugatja magára, hogy én csak én megcsinálom. Igazából a pontokat ezt most nem számoltuk, de szerintem én nyertem. Ja, persze. Úgyhogy ezt majd megszámolt, de... Na jó, oké, te nyertél. És mi a nyereménye? A nyereményed az egy korlátlan időpontban beváltható újabb videózás fel. Ó, köszönöm szépen. Tehát azért ez van írás. Ez már azért valami. Ez tényleg az. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a mai videó, és ha igen, ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna. Legyen szép hétvégét! Meg az enyémre is! Ja igen, meg hozzá is kapjátok a Fruzsina fejére, hogy ti is fruzsinátorok lehessetek. Szóval, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok! Szerinted? Nem tudok koncentrálni már. Ja, most a frizura érezzük. Olyan, mintha most ébredtem volna föl. De hát úgyis álomvilágban élek, úgyhogy. Jó, hát igen, te álomvilágban.